Friss történet, csapó 128. Felvettem ezt a szüléstörténetet 3 hónappal a szülés után, 5 hónappal, 7-8 hónappal a szülés után, és eddig mindig letöröltem, mert még nem rendeződtek bennem a gondolatok, elég sírós volt, sok mindent még nem rendeztem magamban, de most, hogy pontosan 9 hónapja született meg a Maja, úgy gondolom, hogy már sokkal nyugodtabban, okosabban, ügyesebben tudok beszélni a szülés történetemről, mint eddig, hiszen most már pontosan annyi ideje van Maja itt velünk, mint benn a pocimban. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy összeszedem egy kicsit nektek, hogy hogyan is történt az én otthonszülésem, és megosztottam erről amúgy egy rövidebb verziót összefoglalva Instagramon, úgyhogy ha nem követtek még Instagramon, akkor kérlek kövessetek, raktam oda is fel képeket. De vágjunk is bele, hogy hogyan is történt az én szülésem. Azt tudni kell, hogy egy csodálatos várandóságom volt, tehát végig sportoltam az egészet a 39. hétig, tele voltam energiával, egy nagyon pici rosszul létem volt az elején, de aztán akupunktúrával kezeltük, elmúlt. Én így képzeltem a várandóságomat, és olyan is volt, tehát örömteli várakozás, felkészülés az én oldalamról. Ami nehéz volt, hogy ugye az első pillanattól kezdve én mondtam a nőgyógyászomnak, aki az első nőgyógyászom egy férfi volt, hogy én otthon szeretnék szülni, és én ezt csak így fogom véghez vinni, erről nem is szeretnék beszélni, mert ez az én döntésem, én és én 1000 éve otthon szeretnék szülni, még Angliába végeztem túl a tanfolyamot, rengeteg ismerősöm volt ott is, aki Angliában, aki otthon szült, és ugye itt Svájcban, ahol mi lakunk, a francia részen, ez annyira nem ismert és elfogadott, a német részen, Svájc német részén sokkal több nő szül otthon, illetve szülőházakban, itt a francia részen kevesebb, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül olyan 85-90% szül kórházban, 10% szülőházban, és a többi 4-5% az otthon szülés, és hát nagyon nehéz szülésznőt találni, aki elvállalja az otthonszülést, ugyanis azért szülésznő nélkül nem lehet otthon szülni, de én végül is találtam egyet, közben nőgyógyászt is váltottam a 26. hét körül, mert egyszerűen annyiszor beszólt, olyan megnyilvánulásai voltak, hogy minden egyes vizit egy stressz volt nekem, úgyhogy találtam egy másik nőgyógyászt, aki viszont nagyon támogató volt, és ő is azt mondta, amit én is vallok, hogy mindenki ott szüljön, ahol biztonságban érzi magát, ha ez valakinek otthon, valakinek szülőház, valakinek kórház, akkor igenis szüljön ott, mert a biztonságérzet, a nyugalom, ez a legfontosabb, és nekem, én ezért szerettem volna ennyire otthon szülni, mert én tudom, én ismerem a testemet, hogy itthon tudok a legjobban ellazulni, és igazából ez az egyetlen stressz ért így a várandóság alatt, ez a folyamatos küzdelem és bizonyítgatás, hogy hagyjanak már szülni ott, ahol szeretnék, úgy, ahogy szeretnék, de végül is sikerült ezt így elintézni, és szülésznőt is találtam. És ott kezdődött egy kicsit a stresszes helyzet, amikor a 40. hetet átléptük, és ugye Maja május 28-ra volt kiírva, de hát ugye tudjuk, hogy egy baba 38 és 42 hét körül bárhol születhet, tehát amit megkapunk, hogy születési dátum, vagy a kiírt dátum, az nem azt jelenti, hogy percre pontosan akkor jön a baba, de ugye az egészségügyben itt is elkezdtek rémtörténeteket mesélni, hogy majd kevés lesz a magzatvíz, meg elkalciumosodik a placentám, a mélepényem, és mindenféle baj lesz, így aztán be kellett mennem kötelezően a 41. héten pontosan egy vizsgálatra, amit mondtam, hogy természetesen rendben van, és ez a vizsgálat is csak engem igazolt, mert Majával is és velem is minden rendben volt. Az egyetlen dolog, ami teljesen egy hatalmas stressz helyzetet váltott ki nálam, az, hogy akkor mondta el nekem mindenki először, hogy csak úgy szólunk, hogy még 5 napod van otthon szülni, ugyanis Svájcban legálisan 41 plusz 6 napra lehet otthon szülni, utána már csak kórházban. És ugye én erről
emiatt teljesen bepánikoltam, ugyanis így innentől kezdve nekem is kezdődött a visszaszámlálás, hogy majd mi lesz, hiszen ha túllépem a 6. napot, akkor nem engednek otthon szülni, és én mindenképpen otthon szeretnék. És valamilyen szinten ez a hatalmas stressz a vizsgálat után, ugye sírás, szomorúság, hogy egy ilyen ultimátumot kaptam, illetve a kórházban már 41+3-ra indítást javasoltak, hogy feküdjek be, és akkor megindítanak, és ennek így kell történnie, mert túlhordom a babát. Mindegy, én kitartottam magam mellett, és hogy otthon szeretnék szülni, és 41+1 napra éjszaka arra ébredtem, hogy a mély összehúzódásaim már teljesen mások, sokkal intenzívebbek, mint amit az előző hetekben éreztem, és akkor ott az ágyban még forgolódtam, és hajnali 2-kor arra ébredtem, hogy folyik valami a lábam között, elfolyt a magzatvíz. Na erre a férjem és én hát valami extázisba kerültünk, hogy úristen, végre jön a baba, nem kell megindítani, nem kell kórházba menni, szülünk, és itthon fogunk szülni. Úgyhogy ez 2 óra volt, 3 fele felhívtam a tesómat, hajnali 3 fele, aki Frankfurtba lakik, hogy olyan, hát azért lassan indulhat, olyan reggel 8-ra legyen itt. Felhívtuk a szülésznőt, aki egy órára lakik, vagy 3/4 órára, hogy ő is olyan reggel 6-7 fele jöjjön, addig mi szépen lélegzünk, összekészülünk minden. És ez így is volt. Az volt az első, hogy a férjem gyorsan bement a klinikánkra, és kirakott egy lapot az ajtóra, hogy ma nem jövök munkába, ugyanis a feleségem szül, én pedig itt szépen a labdámon, körülbelül 2 óráig, olyan 2-től 4-ig olvasgattam az Inamé Gaskin könyvemet, zenét hallgattam, mértem a mély összehúzódásokat, lélegeztem, 4 felé elkezdtem egy kicsit föl-le-alá sétálni, olyan 6 felé megengedtük a meleg vizet a kádba, akkor bementem a kádba, akkor 7 fele jött a szülésznő, és 8 reggel 7 és reggel 8-ra ért ide a tesóm, akkor ott még beszélgettünk, én már ilyenkor egyre jobban egy ilyen zónába kerültem bele, akkor olyan 9 és 10 között mondta, hogy jöjjek ki a kádból, megvizsgál, megnézte a szívhangját a majának, illetve megnézett engem, és azt mondta, hogy olyan 8-9 centiméterre már ki vagyok tágulva, és délre baba lesz. És ugye eszméletlen, nem is tudom elmondani azt az örömet, amit éreztem, hogy úristen, hát ez ilyen könnyen megy, ugye ilyen dobszós zene szólt a kádba, égtek a gyertyák, ott volt ugye a férjem, a tesóm, a szülésznő, hoztak nekem vizet, datóját, banánt, és tényleg én csak így lélegeztem, és éreztem ezeket a hullámokat, és tehát tiszta extázis, és tiszta öröm volt, és hát eljött ez a dél körüli időszak, és akkor egyszer csak nagyon így megváltozott az én érzetem is, egy kicsit ilyen, nem ideges, hanem ilyen még anyatigrisesebb lettem, és elkezdődtek ezek a hullámok, hát vannak rólam videók, amúgy ezeket azért nem mutatom meg, mert onnantól kezdve már teljesen messzelem vagyok, és így meg tudom nézni, hogy így fölül összefeszült a hasam, és mint egy hullám így nyomta lefelé a maját, és elkezdődött a tolófájás, és mondta szülésznő, hogy amint érzem, elkezdhetek nyomni. És akkor így eltelt egy óra, másfél, és akkor mondja nekem, hogy hát olyan érzetem van ugye, mint hogyha bekakilnék. És én mondtam, hogy nem, nekem minden itt fáj elől, a szemérem csontomnál, de most már azért tényleg fáj. Eddig semmi fájdalmam szinte nem volt a légzéssel, ezzel a elmerült koncentrációval teljesen ellazítottam magam, de amikor nyomni kellett, na akkor már éreztem, hogy azért ez erős, erős összehúzódás, és ugye én minden szülésfelkészítőn bárkitől azt hallottam, hogy ez a kitoló szakasz, ez olyan 2, max. 3 óra, valamikor 1/2 óra, valamikor 1 óra, de hogy ez azért hamar megvan. És amikor már úgy 3 órája nyomtam, akkor már azért kezdtem fáradni,
elkezdtek nagyon erősek lenni a kontrakciók, tehát folyamatosan jöttek, folyamatosan nyomták a maját, és ugye mondta a szülésznő, hogy ha így felnyúl, akkor már mondta, hogy olyan barna haja van a majának, mint nekem, és hogy már nincs sok vissza, és nyomjam, és tényleg minden pozícióban, kádban, széken, a konyhába, a mosogatónál, az ágyon, a labdán, minden pozícióban nyomtam, oldalasan volt talán a legkényelmesebb, és egyszerűen nem történt semmi, és amikor már 5 és fél órája nyomtam, akkor már nagyon-nagyon rosszul éreztem magamat, tehát hánytam is, olyan erősek voltak a kitoló fájások, hogy egyszerűen jött ki belőlem a víz, meg a datolja, meg a banán, amit ettem, és egyre jobban éreztem, hogy gyengülök le, és erre a szülésznőm és a férjem, mert azért már láttam az aggodalmat mindenkinek az arcán, eldöntötték, hogy menjünk be a kórházba. Igazából ez nem sokkolt annyira le, hiszen mindig is ez volt a B-terv, hogyha valami probléma lesz, de ugye én úgy gondoltam, hogy probléma, elakadás az előbb jelentkezne, tehát valami jele lenne, hogy nem menne ilyen zökkenőmentesen maga a szülés, de nem. Úgyhogy lezuhanyoztam gyorsan, magamra húztam egy nagy ruhát, és be a kocsiba, hát természetesen ülni a seggemen nem tudtam, hiszen a gyerek feje benn volt a szülőcsatornába, úgyhogy térdeltem, úgyhogy néztem kifele a hátsó ülésről, 5 perc a kórház, vagy 6 kocsival. Az volt nekem a fura, hogy nem jött senki elénk tolókocsival, vagy semmivel, nekem kellett besétálni, magzatvíz csöpögősen, egy gyerek fejével a lábam között a szülőszobába. Ott felfeküdtem az ágyra, jött az első orvos, aki megvizsgált, hát valami iszonyú fájdalmasan vizsgált meg. Egy fiatalabb nőgyógyász lehetett, az volt az első ötlete, hogy ad oxitocint és forceps, fogó szerintem magyarul, azzal kipróbálja húzni a babát. A férjem rögtön mondta, hogy nem. Bár nem beszéltünk erről kimondottan, de mivel ő kiropraktor orvos, rengeteg olyan gyereket látott már és kezelt már, akinek születési sérülése volt, mert úgy meghúzták a nyakánál, a fejénél fogóval, és ő rögtön mondta, hogy nem, ő ebben nem megy bele, szeretné, hogyha egy másik orvos megvizsgálna, a fő nőgyógyász doktornő, hogy más is mondjon egy véleményt, amiért a mai napig nagyon hálás vagyok, és igazából nekem ez a rész már összefolyik, mert én olyan szinten egy ilyen más világban voltam, vergődtem, mint egy hal, ott az ágyon, és ezt kiabáltam a kocsiba is, és ott is, hogy jön a baba, nem bírom visszatartani, jön, és hogy egyszerűen olyan erősen nyomta ki a testem a gyereket, tehát nem bírtam én semmit csinálni, mert a testem tette a dolgát, és nyomta ki a maját, csak a maja nem jött. És akkor ez alatt, ez egy fél órás történet itt, a szívhangja is elkezdett romlani a majának, illetve mekóniumos lett a víz, tehát azt jelenti, hogy a maja is egy kicsit stresszbe került, bekakilt, barnaás víz kezdett el folyni, miközben ez a második doktornő vizsgált, és akkor én csak arra emlékszem, hogy ő kiáltja a többieknek, hogy készítsék a műtőt, és akkor én megmondom, hogy miért műtő, mi, és akkor mondja, hogy császármetszés lesz, és én nekem, ahogy ő ezt kimondta, én egy olyan sokkos állapotba kerültem, mert nagyon sok mindenre felkészültem arra is, hogy a kórházba kell szülni, a kórházi protokollt, ugye be kellett mennünk a kórházba előtte dossziét, egy fájlt csinálni, hogyha bekerülnék a kórházba, akkor tudják, hogy ki vagyok, mihez járulok hozzá, mihez nem, de császármetszés, ahányszor egy könyvben megjelent, ahogy szülésfelkészítőn én kb. Így átlapoztam, mert nekem annyira ez volt bennem, hogy nekem császármetszés, az nem. Tehát ez lehetetlen. Én úgy megszülöm ezt a gyereket, hogy pikpak, és ilyen velem nem történhet meg, és igazából valamilyen szinten egy kicsit okolom is magamat, hogy nem készültem fel arra, hogy mi is az a, tudom, hogy mi az a császármetszés, de a mivel járója, felépülés a császármetszésből fogalmam se volt.
És hát gondolhatjátok, hogy pár órája egy 28-30 fokos vízben nyomtam, és pár órára rá egy 10 fokos műtőben voltam, és nem volt semmi kontrollom, mindent elvettek tőlem, és minden történt velem, és egyszerűen engem abszolút sokként ért ez az egész császármetszés, tehát arra emlékszem, hogy mennek a fejem fölött a fények, és mind a filmekbe így emelnek az egyik ágyról a másikra, és tolnak, és tenna kennek, és csipog minden műszer, és mindenki kékbe van, és körülbelül 10 percre rá kim volt a maja, és emlékszem, hogy ide emelték, de tehát nem emlékszem az arcára, nem, tehát én egy olyan, így remektem, egyrészt a hidegtől, másrészt az emocionális és testi soktól, hogy ez történik velem, és a legrosszabb, amire abszolút nem számítottam, és ugye megint nem készültem fel, hogy ugye nem a császármetszésben nem az a hosszú idő, amíg kiveszik a babát, mert az körülbelül 5-10 perc, hanem utána 30-40 percig varnak össze, majd pedig betolnak egy ilyen ébredező helyiségbe, ahol más műtétből felépülő betegek is ugyanott ott vannak egy óráig, és egyszerűen nekem fogalmam sem volt, hogy ez így működik, és életem legrosszabb egy-másfél órája volt, mert nem tudtam, hol van a maja, nem tudtam, hol van a férjem, és csak zokogtam ezen az ágyon, és jöttek hozzám a nővérkék, és mondták, hogy hol fáj, én meg mondtam, hogy a szívem fáj, mert akarták mondani, hogy adnak gyógyszert, adnak fájdalomcsillapítót, mert azt tudni kell, hogy csak egy epidurális gerinci érzéstelenítést kaptam, mert nem volt másra idő, és utána akartak morfint adni, de én elutasítottam, mert mondtam, hogy én képbe akarok lenni. Ennek ellenére azért nem voltam annyira képbe, mert a sok hatására egy ilyen, szerintem így kikapcsolt az agyam, hogy ne érezzem annyira a fájdalmakat, és igazából nem is a császármetszés volt, ami nehéz, hanem utána ez, hogy nem tudod, hogy hol a gyereked, és hol a férjed, és mi van, és gondolom ez teljesen más, hogyha ez egy előre időzített császármetszés, vagy hogy tudja az anyuka, hogy ez fog történni, ugye fel lehet erre készülni, el lehet beszélgetni, hogy mit, hogyan szeretnének, és én emlékszem, hogy az jutott eszembe, hogy ott feküdtem az ágyba, zokogva egyedül, és arra gondoltam, hogy a konyhánk pultján a placenta turmixom receptje van, hogy ugye azt terveztem, hogy majd placenta turmixot fogok csinálni az otthon szülés után, meg placenta lenyomatot, meg itt volt minden tűrcsi kirakva a majának, ugye itt vártuk, és ennek egy ellenére egy teljesen más szituációba kerültem, és hát 2 hétnek tűnt, de eltelt ez a másfél óra, és jött a férjem a majával, és én nagyon féltem, hogy nem fog megismerni, hiszen nem úgy született meg, ahogy én elképzeltem, és igazából a legjobb orvosság abban a pillanatban az én fájdalmamra az az volt, hogy odarakta a férjem a maját a mellkasomra, a mesztelen mellkasomra, és a maja elkezdett így mint egy kis fakopáncs menni a fejével, megtalálta a cicimet, bekapta, és elkezdett szopizni, és nekem csak folytak a könnyeim, és én azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ő ennyire ügyes és okos, és ő tényleg megismer, és tudja, hogy én vagyok az anyukája, és innen indult el végül is a gyógyulásom, amit ez alatt a 9 hónap alatt jártam be, és erről szeretnék majd még 2 külön videót csinálni, hogy mit tettem én meg azért, hogy testileg és lelkileg is rendbe hozzam magamat a császármetszés után, az életmentő császármetszés után, hiszen nem egyszerű, tehát nem tündérmese a felépülés, sem lelkileg, sem testileg, talán testileg nekem könnyebb volt, mint lelkileg, és nagyon sok mindent bejártam, és be kellett vetnem ahhoz, hogy ki lépjek ebből a
a sokból és szomorúságból, ami ezt a szüléstörténetet követte. Természetesen nagyon sokat okoltam magamat, hogy én nem csináltam valamit jól, nem készültem fel, meg magára a császármetszésre, mint opció, de ami a legnehezebb volt talán megemészteni, az, hogy a mai napig senki nem tudja pontosan, hogy a maja miért nem tudott kijönni. Tehát nagyon sok minden orvos mást mondott rá. A legvalószínűbb az, hogy elakadt, bár fejjel lefelé volt, hátra nézett a kis arcocskája, de mert amikor megszületett, itt meg volt eléggé nyomva, tehát valószínűleg a fejével kicsit oldalasan ment be a szülőcsatornába, és mivel nekem annyira erős tolófájásaim és mély összehúzódásaim voltak, hogy olyan erősen nyomta ki a testem, a gyereket, hogy nem tudott egy kicsit visszamenni és kikorrigálni a fejét, hanem igazából 6 órán keresztül nyomtam neki a szülőcsatorna fajának. Ez a legvalószínűbb, köldökzsinórral nem volt semmi, igazából semmi más jele nem volt, ami arra utalt, hogy nem tudott kijönni. Jó, 4025 grammal született, nagybaba, mi is nagyok vagyunk, más is megszült már 4 kilós gyereket, tehát igazából én nem hiszem azt, hogy az, hogy a maja 4 kiló fölött volt, hogy ez lenne annak az oka. Sokan kérdezik, hogy megbántam-e, hogy otthon szültem. Abszolút nem. Életem legjobb szülési szakasza volt az, ami itthon történt, és ahányszor arra gondolok vissza, hogy itthon mi volt, csak izgatottság és öröm fog el, hogy ilyen be volt részem, és hogy ilyen jól ment, és megtapasztaltam, hogy mi legalább a szülésnek az első része, a kitágulás, a légzés, ez a családi együttlét, és az, hogy a maja nem hüvei, hanem hasi úton született meg, az egy hosszabb időbe telt, hogy elfogadjam, de igazából nagyon sok mindent tanultam ebből, és ezt fogom majd 2 külön videóban megmutatni, mert most nem akarom, hogy ez a videó még hosszabb legyen, de abban el fogom mondani, hogy igazából a testi és a lelki oldalát én hogyan könyveltem el. Ha, remélem nem lett ez túl emocionális, most már sokkal könnyebben tudok róla beszélni, de természetesen ez a téma még a mai napig nagyon megérint, ahányszor el kell mondanom, hiszen ez egy nagyon személyes dolog. Amiért megosztottam ezt a videót, az az, mert amikor az Instagramra is kiraktam, már nagyon sokan aláírták, hogy nem nagyon sokan, pár ember, hogy ez olyan személyes dolog, ezt miért kell megosztani. Azért osztom meg, mert nekem mások szülés története annyit segített. Az, hogy elolvashattam, hogy másnak is, nem kárörvendően, hogy másnak sem ment tökéletesen, csak azt az érzést, hogy nem vagy ezzel egyedül. Tehát amikor velem ez megtörtént, én abban a tudatban voltam, hogy még egy olyan nő nincs, aki otthon próbált szülni és császármetszése lett, ebben csak én lehetek egyedül, és ilyen csak is velem történhet meg, de nem, más ilyen történetet is olvastam, más császármetszés, más otthonszülés, más hüvei szülést is, ez nekem nagyon-nagyon sokat segített, tehát igazából ezzel csak ez a célom, hogyha valakinek ezzel segíteni tudok, hogy igenis lábra lehet állni és felépülni egy szülési traumából, akkor remélem, hogy az én történetem tud ebbe segíteni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Pár applikációt, oldalt, ami nekem segített, azt belinkelem a videó alá. Ilyen a császárvonal applikáció és Facebook csoport például, ez a fő-fő segítség, hiszen letöltöttem az applikációkat, és megcsináltam a 6 héttől való tornát, és az utána való tornát 12 héttől, azt hiszem. Nagyon sokat segített a hegmasszázsos videójuk, hogy hogyan masszírozzuk, hogyan kezeljük a heget, és maga a Facebook csoportjuk is, hogy más anyukák történetét is elolvashattam. Úgyhogy ha bármi kérdésetek vagy észrevételetek van, rakjátok a videó alá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Szép napot!